Nagyon színvonalas verseny, és nagyon sok olyan táncos álljon, aki ilyen ismertebb már így ebben a világban, és nagyon megtisztelő ilyen emberek ellen versenyezni, és pont ezért egyébként kicsit féltünk is, hogy ez egy erős mezőny lesz, ide mindenki eljön, messzebbről is eljönnek, és hogy nem tudjuk, hogy pontosan mire is számíthatunk. Azon izgultunk, hogy meglegyen az arany minősítés, aztán megkapunk egy díjat, szóval abszolút nagyon fantasztikus érzés volt itt lenni, és ez az év első versenye nekünk, ráadásul alapvetően az első versenyünk együtt, szóval abszolút nagyon pozitív. Régóta, most már lassan én 18 éve tanítok, de így komolyabb versenycsapataim igazából 10 éve vannak, és hát ennek az eredménye egy olyan 3-4 éve látszik. De a versenyzés az azért fontos szerintem, mert a mai világban muszáj gyerekeket még több dologgal inspirálni. A tánc szeretete fontosabb szerintem, mint a versenyzés, de ha ezt a versenyzéssel érjük el, akkor ez egy jó módszer arra, hogy megszerettessük velük a táncot. Blijf op afstand, blijf op afstand, blijf daar. Blijf op afstand, blijf op afstand, blijf daar. Kom niet te dicht bij mij. Kom niet te dicht bij mij. Kom niet te dicht bij mij. Hey, kom niet te dicht bij mij. Nagyon élveztük, ugye már nagyon sokszor jártunk ezen a versenyen, de minden évben elégedettek vagyunk mindennel igazából, és mindig minden évben magunkat akarjuk túlugrani így a koreográfiákkal, és magunkkal akarjuk így egyen nagyobb szintre emelni a tánc kapcsán, szóval szerintem ez idén is összejött. Kom niet hier in de buurt, heel je team is op niks. Blijf op afstand, blijf op afstand, blijf daar. Blijf op afstand, blijf op afstand, blijf daar. Kom niet te dicht bij mij, kom niet te dicht bij mij. Kom niet te dicht bij mij, kom niet te dicht bij mij. Azt imádom itt még, hogy olyan gyöngyszemek kerülnek elő az országból, mint táncosok, mint koreográfusok, hogy tényleg mi is így pislogtunk egy-egy pillanatban, hogy úristen, kik ezek, és honnan jöttek. Úgyhogy ez, én ezt köszönöm, ezt az élményt nektek. Én először zsűriztem itt, úgyhogy nagyon kíváncsi voltam és vártam, hisz nagyon sok jót hallottam, és beigazolódott a jó, mert ennek a versenynek van egy ilyen nagyon barátságos hangulata, ilyen család, hisz már rengeteg éve tart ez a verseny, és visszajáró versenyzők vannak, és tényleg éreztem az atmoszféráján, hogy itt valami más van, barátságosabb és családiasabb. Próbáltuk úgy a zsűritársaimmal kiosztani a külön díjakat, hogy motiválva legyenek a koreográfusok, a táncosok, hogy tanuljanak is belőle, pont amit te is mondtál, hogy tudjanak építkezni, egy kis építőkritika, és aki meg megérdemelten kapta, az meg érezze azt, hogy megdolgozott érte. Mivel idén lettünk 17 évesek, ezért készítettünk egy kis emléket, amelynek különös jelentősége van. És jövőre találkozunk. Sziasztok!